Jó napot, kellemes szórakozást kívánok, sok szeretettel és tisztelettel köszöntöm a sportkedvelő nézőket, az ebesi fociért szorító drukkereket. A mai napon, illetve a tegnapi napon rendezik a Magyar Kupában az elődöntő mérkőzéseket. A Debrecen már bejutott a döntőbe, a Videoton pedig ma játszik a Győrrel elődöntő visszavágót, de hát ugye ez a 2013. évi. A jövő évi Magyar Kupának a megyei selejtezői pedig már ugye elkezdődtek néhány héttel ezelőtt, és a mai napon ezen a szerdai füllet meleg délutánon az ebesi KKS együttese is egy fontos meccset játszik, mégpedig len az MB3-as Hajdú Böszörményi Téje ellen az ebesi pályán. Úgyhogy ez már a harmadik forduló a Magyar Kupa megyei selejtezőjében. Mindkét csapat az első két játéknapot sikerrel abszolválta, majd természetesen kitérünk az eredményekre. Hozzáteszem, hogy a magabiztosabb játékot az első két játéknapon az ebesi KKS-e mutatta a Hajdú Böszörménynek. Nyilván nagyon nagy erőt összpontosító feladat az MB3-as tagság megőrzése, majd erről is beszélünk a későbbiek során, úgyhogy az a kérdés, hogy mennyire veszi komolyan a kupa mérkőzést. Az összeállítás alapján úgy tűnik, hogy nem az első számú csapattal érkezett a Hajdú Böszörményi csapat, nagyon sok fiatallal, nagyon sok tehetséges fiatal játékos alkotja a keretüket, néhány olyan játékossal, akik már a felnőtt gárdában is bebizonyították tudásukat, meg néhány olyan idősebb játékossal, akik amúgy is standard tagok. A piros-fehér mezes ebesiek most ölelkeznek össze, és hát meg is volt az üdvrivalgás, meg is volt a felkészülés a mérkőzésre. Az ebesi piros-fehér mezes együttes a legjobb összeállításban lép pályára ezen a mérkőzésen. Kiünnepelte magát a csapat, jöhetnek a további célok, hiszen a múlt hétvégén meglett a bajnoki cím egy hatalmas meccsen, a Kabai Meteorit 9-0-ás legyőzésével. Tulajdonképpen most már mindenféleképpen eldőlt, hogy a Hajdú-Bihar megyei első osztályú bajnokságot az idén az ebesi KKS-e nyeri. Úgyhogy lehet összpontosítani erre a kupa sorozatra, illetve hát lehet összpontosítani természetesen majd az osztályozóra, az MB3-as tagság kivívásáért, hogy elmondhassuk a jövő esztendőben, hogy ugyanúgy MB3-as csapata van az ebesi KKS-ének, mint ahogy jelen pillanatban a böszörményiek is oda tartoznak még, hiszen mindenki tudja, hogy az MB-s ligában hatalmas átszervezés van kialakulóban, miközben az ebesiek már is nagyon keményen megtámadják a labdát, de hát majd erről az átszervezésről lesz még időnk beszélni, inkább nézzük a főszereplőket, elsősorban természetesen a játékvezetői hármast, Nazsa Tamás, egy fiatal, ám de már komoly rutinnal bíró játékvezető vezeti a mérkőzést, ő dirigálja a meccset, a két segítője pedig Kriston Tamás és Mező Sándor sporttársak. Ahogy említettem, a Hajdú Böszörmény a vendégcsapatánál, a Hajdú Böszörményi Téje csapatánál tulajdonképpen a csapat gerincét otthon hagyták, és a fiatalokkal jöttek el. Pap Ferenc tanítványai ezzel együtt komoly játékerőt képviselnek, hiszen azok a fiatal tehetséges játékosok, akik már bemutatkozhattak az MB3-ban, ők is már nyilván egy komoly játékerőt képviselnek, azok meg, akik az MB-s ifjúsági bajnokságban pallérozódnak, ugyancsak nem lekicsinylőek, tehát nem véletlen kerültek oda, és hát nyilván, ha fiatalokról van szó, akkor sok futást várhatunk tőlük, és nagy küzdelmet. Ezzel együtt most így azt mondom, hogy egyértelműen az ebesi KKS-e számít a meccs esélyesének, hiszen az ebes, mint mondottam, teljes csapat talál ki erre a Magyar Kupa harmadik forduló béli összecsapásra. Szalánci az ebesi kapus, de hát csak azért említettem meg az ő nevét, mert hozzákerült a labda, nézzük inkább a vendégek összeállítását. Náluk Sallai József a kapuvédő, Kis Szabolcs, Andorkó Sándor, Berta László, Nagy Kevin, Lénárd Gergő, Csatári Dávid, Zsíros Ádám, Szeles Csaba, Kelemen László és Fodor Tibor, ez a kezdő 11. A házigazda ebesi csapatban Fülöp András, illetve Nagy Tamás a két belső védő, Szalánci Zoltán előtt Varga László az egyik szélsővédő, a másik szélsővédő Domokos Attila, előttük Bácsi Zsolt játszik, Nagy Imre, Tóth Lajos, Szabó Máté, Domokos Imre és természetesen Nagy Zsolt.
ha jól látom, az első szögletet is kiharcolta a gárda, és hát nyilvánvalóan ilyenkor előre megy Fülöp is, kicsit alászaladt Sallai, úgy tűnt, hogy hozzáérte. Igen, az asszisztens egyértelműen jelzi ezt, tehát bedobással folytatódhat a mérkőzés, a szögletet bedobásra váltottuk. Ott maradt még elől Fülöp, Nagy Tamás, van zavaró ember, szépen megoldotta Domokos Attila, Domokos Imre, három ember között kell kipördítenie, és Varga László az, aki föltűnik, ő a hétvégi meccsen csak ünnepelt, nem játszott, úgyhogy úgymond pihentnek számít, és vannak még néhányan ilyenek a csapatban. Egy eladott labda, jönnie kell Szaláncinak, bizony, sehol senki, úgyhogy Szalánci megpróbálja bevinni a labdát fineszesen, rutinosan. De persze volt olyan játékos, aki támadta a négyes számmal apostrofált öszörményi játékos, aki annyira négyes, hogy 14-es, Fodor Tibor. Egyébként Fodor Tibor, a most labdát megtámadó Lénárd Gergő, illetve a hetessel futballozó Kelemen László, akiktől a gólokat várják a böszörményiek, a csapat kapitánya pedig a 22-essel játszó Andorkó. Ő képviseli a rutint. Sallaihoz kerül hátra. Szeles hozhatja kifelé. Domokos Imre és Domokos Attila próbál labdát szerezni. Nagy Tamás paskolta ki. A böszörményiek egyébként a Hajdú Hatház, illetve a Polgár együttesén jutottak túl, és kerültek a harmadik fordulóba, a mieink pedig a Nagyhegyes, illetve a Nyíracsád együttesét búcsúztatták, a két ellenfélnek összesen 20 gólt rúgtak a mieink. Az első meccsen 8-2-re, a másodikon 12-0-ra győztek, azért a böszörményieknek kicsit döcögősebb volt az ide vezető út, 3-1-es győzelem Hatházon és 4-2-es siker a Polgár otthonában. Ez ugye 7-3-as összevetés a két meccsen, azzal együtt, hogy a böszörményeknek ugye idegenben kellett játszani kétszer, lévén, hogy a magasabb osztályú csapatnak kell az alacsonyabb osztályú otthonába vendégszerepelnie. Ezért van most ez a mérkőzés Ebesen. Próbál Domokos Imre labdát csenni, Nagy Tamás pedig kikíséri. Elég nehéz a helyzet, hiszen bár az ebesiek dobnak, azért megtámadja a labdás embert a böszörményi fiatal Armada. Nagy Tamás. Az ő szereplése érdekes most, hiszen nincs egy hónapja, hogy a csapathoz igazolt, és ezen a belső védő poszton még nem játszott tétmeccset. Most viszont Fülöp mellé állította Szabó László. Jöhet a bedobást, bár elég messzire elment a labda. Bácsi érintésével kerül hátulra, és most már Domokos Attila keresheti a társakat. Nagyon füllett, nyomott idő van, tehát ilyen körülmények között azért nehéz lesz pörögni, de azért nyilván megpróbálják a játékosaink, hiszen ez a meccs is nagyon fontos. Akkor, amikor elkezdődött a bajnokság, a tavaszi idény, akkor a szakmai vezetés, illetve a klubvezetés is egyértelműen ezt a hármas célt fogalmazta meg, hogy megnyerni a megye első osztályú bajnokságot. A megyei kupa, a kupa megyei selejtezőjében is lehetőség szerint diadalmaskodni, valamint az osztályozón is fölkerülni az MB3-ba. Ez így egyszerűnek hangzik, ez a három cél. Az egyik már megvan, a bajnoki cím, hiszen meg is ünnepelhette a gárda. Tóth Lajos, lövőhelyzet lassan, van egy segítőtárs Nagy Zsolt személyében. Gyönyörű Nagy Zsolt, és ott van a gól!
Nagyszerű cselekkel fektette el a böszörményi védőket, ott is maradt lent a földön, 16-os számmal a böszörményiek egyik bekje, Zsíros Ádám, most kell föl, meg kell dicsérni természetesen Tóth Lajost is, gólszerző azonban Nagy Lajos, Nagy Zsolt természetesen. Szóval Tóth Lajos labdájából Nagy Zsolt az eredményes, mégpedig lenne a 7. percben. Megvan a gyors gól, ez mindenképpen örömteli, hiszen a Kaba elleni hétvégi bajnoki meccsen is egy gyors góllal nyitott a gárda, még a 2. percben szerzett Szabó Máté vezetést, és ez jót tett. Nagy Tamást azért most nagyon szorongatják, figyelni ott hátul bizony. Szóval a 7. percben, vagy inkább 8. minutumban Nagy Zsolt góljával vezet az Ebesi KKS-e a papíron magasabban jegyzett HT-je ellen. A futball tőzsdéjén ugye egy osztállyal előrébb sorolt a böszörmény, de a bevezetőben ugye említettem, hogy nem teljes csapattal érkezett a böszörmény, és ha azt vesszük, hogy hazai pályán játszik a már bajnok, és egyébként is nem megyei szintű kerettel bíró Ebes, akkor egyértelműen az Ebes az esélyesebb, ezt is elvontuk a meccs elején, és ez most már gólban is formalizálódott. Domokos nagyszerűen csap le erre a labdára, meg is lehet esetleg ott tolni. Domokos Attila is ott van. Jó volt az bizony, Andorkó lábáról kerül ki. Domokos Imre keresi a társakat, és a testvér bátyjában meg is találta a lehetséges segítőtársat. Nagy Zsoltnak kell szaporázni, milyen gyönyörű mozdulattal tartotta bent. Aztán köszönte szépen a böszörményi játékos, a 15-ös játszó Berta. Rápattintotta a mieink játékmesterére, irányítójára, és mai eddig egyetlen gólszerzőjére, Andorkóhoz kifelé, nagyszerű labdaszerzés, Domokos Attila nagy kedvel játszik, micsoda labda, nincs les, Nagy Zsolt hatalmas helyzetben be kell lőni, nagyon önzetlen akart lenni, Nagy Zsolt Domokos Imrének passzolta volna, lehet, hogy jobb lett volna, hogyha elpasszolja a kapus mellett. Domokos Attila ott van a rövid saroknál, Sallai Szabó Máté. Szabó Máté hétről hétre javuló formában. Szerintem a Sárét udvari elleni meccsen esett át a holtponton, ha lehet ilyet mondani, hiszen a tavasz első részében ő maga sem volt igazán elégedett a teljesítményével, édesapja, edzője Szabó László meg kifejezetten kritikus volt, de a Sárét udvari meccs óta a csapat egyik húzó embere Szabó Máté, és most is remekül volt helyzetben. De hát ezt is várjuk tőle, hiszen iskolázott remek labdarúgó. Az iskolázottság az nem csak a futballiskola értelmében, hanem a tanulmányi előmenetele értelmében is igaz Szabó Mátéra. Igen, megint Nagy Zsolt. A zsebkendőnyi területen próbáltak valamit alkotni a mieink, és szerencsére irányítják a meccset. Tóth Lajos ragadt lesen. Tóth Lajos is betalált a Kaba ellen. Kellett ez a lelkének, bár a 11-es az kimaradt, de utána csak lőtt egy gólt. És hát nagy hasznára lesz ő még a csapatnak, meg már eddig is. Azt hiszem, hogy teli találat volt az ő igazolása. Is mondhatjuk. Jó lenne esetleg egy másik gólt szerezni, és akkor azzal tulajdonképpen nem kellene tovább aggódni, hiszen mondhatnánk, hogy eldől a továbbjutás kérdése, ha lehet ilyet még az első negyed óra végéhez közeledve. Mindenképpen jó lenne, hogyha 2 gólos lenne az előny, csak úgy éreztetésképpen a böszörményiek felé. Közben Fülöp marad lent, kapott egy rugást. Szalánci közben megbeszélte a böszörményiekkel, hogy ugye ide rúgják, hiszen az ápolás miatt kirúgták az ebesiek, de a böszörményi ifjak nagyon sportszerűen visszaadták a labdát, úgyhogy az ebesiek építhetik az újabb támadást. Nagy Zsolt szokás szerint visszajön mélységbe, hogy aztán a tőle megszokott pontos keresztpasszokkal próbáljon operálni, ez most nem volt annyira pontos. Kicsit mélyre sikeredett, Sallai kapujából kifutva meg tudta kaparintani Nagy Imre. Nagy Imi labdáját elcsente Andorkó. Nagy lendülettel indul el Andorkó Sándor. Végig cipelte a pálya egy jelentős részén. Nagy Tamás
Nagy Tamás hozza kifelé, nincs ki megjátszon, talán most Domokos Imre. Fülöp. Hát Fülöp biztos pont hátul. Azt hiszem, hogy ha valakinek bérelt helye van a csapatban, lehet ilyet egyáltalán mondani Ebesen, ahol nagyon-nagyon sok jó játékos van. Fülöp és Domokos Imre játszik össze. Ez Les. Nem, Tóth Lajos nem volt Lesen. Igen, a játékvezető fölülbírálta az asszisztenst, így gól, mert Nagy Zsolt valóban Lesen volt, viszont Tóth Lajos mélységből érkezett, és Nazsa játékvezető jól döntött érzésem szerint. Úgyhogy megvan a második gól. Szerencsére, ahogy azt kértük, kívántuk, negyed órányi játék után 2-0 arányban vezet az Ebesi KKS, ezúttal Tóth Lajos a gólszerző. Nagy Zsolt, Tóth Lajos szerez labdát, érkezik Domokos Imre, el kell lőni, nagyszerű gól! Szinte egyből a középkezdés után. Három fiú játszott ebben szerepet, Tóth Lajos megszerezte, Nagy Zsolt lepasszolt, a Domokos Imre meg belőtte. Hát mint ahogy az a kis számolós kis mondókában van, hogy a legkisebb pedig mind megette. Még ha nem is a legkisebb Domokos Imre, 16. percben is lövünk egy gólt. Hát úgy tűnik, hogy nagy a különbség a Böszörményiek ezen ifjú csapata, illetve a mi megyei első osztályú bajnok csapatunk között. És ha ezt ilyen komolyan veszi a hátralévő időben is az Ebesi csapat, akkor ez megint egy nagy arányú győzelem lesz, csak úgy, mint a Nagyhegyes elleni kupameccs, vagy a Nyiracsád elleni másik kupameccs, vagy esetleg a Kaba elleni bajnoki legutóbb. Kíváncsi vagyok, hogy mennyire tudja ez a gyorsan kapott három gól föl piszkálni a böszörményi ifjak önbecsülését. Kis szöglet, Andorkó kapja meg, és Domokos húzta el a lábát, befelé jár a szabadrúgás. Talán az első komolyabb vendéghelyzet lehet ebből, ha sikerül Andorkónak oda középre varázsolni. A partjelző nagyon akkurátus, precíz. Az imént Szabó László mestert, az Ebesiek trénerét is beparancsolta a technikai zónába. Egyébként 13 centivel lógott ki a bal lábúja. Onnan Andorkó, van középütt egy magasra nyúlt, jól helyezkedő kapus, úgy hívják, hogy Szalánci Zoltán. Bácsi indul el, nehéz lesz ezt bent tartani. Bácsi mérgelődik, mert ő legszívesebben gyorsan rajta ütött volna az elől portyázó böszörményi seregen. Bement a darálóba Andorkó, úgy tűnik, hogy ő az egyetlen a böszörményi csapatból, aki érdemileg hozzá tud tenni a támadójátékhoz. Többiek eddig csak egy-egy villanásuk volt, vagy labdaérintésük. Szalánci most viszont rúghatja előre, mert elindult Tóth Lajos. Tóth Lajos célba is veszi, Berta próbálja átvenni. Ott megint volt egy szabálytalanság Bácsi módra. Ha jól láttam, akkor Lénárd Gergőt taszította föl. Közben Tóth Lajos fájlalja a derekát, reméljük, hogy nem sérült meg. Nagy Zsolt az első gólszerzője, a másodikat ugye Tóth Lajos szerezte, a harmadikat pedig Domokos Imre. Megint egy gyors ellenakció. Az nem lesz baj egyébként, ha megpróbálnak támadni a böszörményiek, és adnak teret, lehetőséget, kinyílnak magyarán Domokos Imre, mert abból mi jól szoktunk kijönni, hiszen nagyon kreatív és gyors embereink vannak. Nem volt egy túl jól kivitelezett bedobás, Szabó Máténak kell küzdeni érte, Nagy Imre, földön verhetetlen, meg is fordul két-három ember között, nagyszerű, a negyedik Andorkó
személyében emberére akadt. Jöhet a szöglet, ezúttal Fülöp fejelte vissza a túlsó oldalról, aztán jó lesz a szöglet alapon, már vissza se jött a pályára. Jól jön megint a szöglet, Sallai szedte le. Egyetlen egy ember van a böszörményi kékek közül elől. Őt viszont ketten is őrizetbe vették. Kelemennek nem is rúgják így módon előre, de aztán csak megkapja. Viszont Nagy Tamással találta magát szembe. Érkezik a felmentősereg, Fodor Tibor módra. Most lép följebb, egy kicsit szeles. Nagyszerű keresztlabda a túlsó oldalra. Nagy Kevin. Nagy Kevin már lepasszolta, és jön a beadás. Bácsinak kellett kifejelnie a hetesen futballozó Kelemen elől. Ott a túlsó oldalon pedig Varga László alias Mosó küzdött csatárival, ha jól láttam. Nagy Kevin. Andorkó a pálya minden részén föltűnik. Jó kis futballista. Nem véletlenül viseli a kapitányi karszalagot, meg hát ő azért a úgymond első csapatban is alapember. Egy elpasszolt labda, Bácsi, és bizony ebből baj lehet a böszörmények. Nagyon nagy helyzetben Szalánci! Túlságosan is flegván, hanyag mozdulattal lőtte el Kelemen. Szalánci az ilyet levadásza, mint ahogy a béka bekapja a szúnyogot. Messzire kinyújtott nyelvével, hát a Szalánci úgy csapott le erre a labdára. Lehet, hogy nem örül Szalánci Zoli, hogy egy békához hasonlítom, de itt elsősorban a gyorsaságát akartam ezzel érzékeltetni. Varga, megint meg kell küzdenie a labdáért, és megint a 21-essel fölfutó Nagy Kevin Zsolt. Igen, Nagy Kevin Zsolt, ez a becsületes neve böszörményiek ifjú titánjának. Bácsi, hát hogy mondjam, takarított azon a területen, Varga. Na, a böszörmények úgy tűnik, hogy egy kicsit azért kitámadtak, és próbálják birtokolni a labdát, próbálják felépíteni a támadásaikat, de úgy tűnik, hogy kicsit későn eszméltek, mert 3-0 arányban már vezet szűk 20 percnyi játék után az Ebesi KKS-e a megyei selejtező harmadik játéknapján. Szalánci nem indul el, bízik Fülöpben, Fülöpben bízhat is. Imponáló magabiztossággal oldotta meg ezt is Fülöp András. Domokos Attila át a túlsó oldalra, Tóth Lajos, ha átlépte volna, akkor Nagy Zsoltnak tuti labdát ad. Gyönyörű szóló Tóth Lajos. Bácsi lép be a játékba, Nagy Zsolt mutatja magát a jobb oldalon, nincs les. Az asszisztens ezt jelzi, Nagy Zsolt remekül viszi le. Most kellene egy jó beadás, Tóth Lajos már lendítette a lábát. Egyébként nagyon szép mozdulatokkal focizik Tóth Lajos is. Tényleg szemre is tetszetős, ahogy fut, ahogy lő, ahogy elmozog. Úgyhogy lehet róla jó fényképeket csinálni most is. Nagy Zsolt méregeti a távolságot, ott van Domokos Imre is, Domokos Attila is, de ezt Nagy Zsolt el fogja lőni. Nagyot védett Sallai! A rövid saroknál számított erre a kapus, de meg kell dicsérni Nagy Zsoltot. Most már elmondhatja Sallai, hogy azért volt egy-két védése, ezzel együtt is kapott 3 gólt szegény. És hát nyilván a böszörményi csapat ifjú játékosainak is azért nehéz ezzel a tudattal tovább futballozni, hogy gyorsan az első negyed órába kaptak 3 gólt, nehogy azért egy nagy arányú vereség legyen a vége. Természetesen így gondolkodnak. Mi az Ebesi színekért, az Ebesi csapatért szorítók, pedig egyértelműen azt szeretnénk, ha bizony nagy arányú lenne a vége. Azzal együtt, hogy mindig megpróbálja az ember az ellenfél érzéseit is figyelembe venni, és nyilván sportszerűen kommentálni az eseményeket. Szabó Máté nagyszerűen bújt ki megint, két ember között, Domokos Attilától kapta a szuper zsugát, ott van Domokos! Nagyszerűen ért oda Berta. Szöglet. A 25. percben, 3-0 arányú Ebesi vezetésnél egy szöglet. Vissza a feladóhoz Jeligével, Nagy Zsolt visszadurrantotta, de addigra már Domokos Imre eljött a pálya azon szegletéről. Úgyhogy a kékmezes böszörményiek dobhatnak. Hajdú böszörményben egyébként nagyon komoly múltja van a focinak és jelene is, hiszen
ha véletlen kiesnek az NB3-ból, nem tudom elképzelni, hogy rövidesen ne kerülnének oda-vissza, hiszen egy ilyen szintű városnak, mint Hajdúböszörmény, a Hajdúk fővárosa, a megye második legnagyobb települése, nyilvánvalóan ott a helye az NB-s bajnokságokban, azzal együtt, és azt is beleértve, hogy az utánpótlás nevelés jó Böszörményben, az iskolai foci, a Bozsik programban is jó eredményeket érnek el évről évre, és nyilván a HTE utánpótlás csapataiban is jó szakemberek foglalkoznak a srácokkal, úgyhogy azt hiszem, hogy ha véletlen úgy alakul az NB3-as idei ágyúgolyó futam, hogy kipottyannak, bár jelen pillanatban a hatodik helyen állnak, és ugye a legjobb két hatodik a hat ligából még azért osztályozót játszhat, akkor még van esélyük arra, hogy megtartsák az NB3-as tagságot, de ha véletlen kipottyannának, akkor egy-két éven belül, vagy talán egyből egy éven belül is biztos, hogy visszakerülnek, hiszen ismerve a böszörményi klub hagyományait, meg a ottani hozzáállást, az önkormányzat, a vállalkozók részéről, azt hiszem, hogy ez nem lehet kérdés. Az ebesiek is ugye egyértelműen az NB3-as tagságot célozták meg, nagyon jó kerettel, ennek érdekében Kis Sándor elnök úr vezérletével elkezdtek egy csapatépítő munkát, ami úgy tűnik, hogy az idén hozhatja el gyümölcsét. A történelem már megíródott és folyamatosan íródik. Reméljük, hogy a megyei bajnoki cím csak az első lépcső, és a későbbiekben is hallanak még és beszélnek még majd az ebesiek szerepléséről, meneteléséről, jó teljesítményéről, mint ahogy az összes megyei bajnokságot figyelembe véve az ebesi G-portálos honlapon megállapították már a kollégák, hogy a megyei bajnokságok közül a leggyorsabban az Ebes szerzett bajnoki címet, a többi bajnokságban még nem dőlt el a 100%-osan, hogy kinyeri. Nyilván vannak, ahol nagy előnnyel vezetnek csapatok. Tóth Lajos, és mellé Pilinszkája. De jól fordult le megint. És hát ugye márciusi extrém hideg időjárás, havas időjárás, majd az azt követő vízállások miatt, és az nyilván ennek kapcsán kialakú tragikus pályaviszonyok miatt rengeteg meccs maradt el így áprilisban, de elsősorban májusban erőltetett menet vár a csapatokra, amúgy is a bajnokságból elmaradt meccseket tekintve, plusz még erre jön ez a kupameccs, úgyhogy mondhatjuk, hogy szerte a szombat ritmusban futballoznak a játékosok. Ugye május 1-én a Doroggal játszott a csapat, aztán a Kaba érkezett ide Ebesre, most itt van ez a kupameccs, a hétvégén már megyünk Derecskére, úgyhogy lesz mit nézni, és a játékosoknak is lesz lehetőségük bemutatni a tudásukat, de hát szerencsére hosszú a keret, közel 30 fős kerettel sáfárkodhat Szabó László, az ebesi KKS-e mestere. És hát most is a kispadon beszédes, a böszörményieknél két név szerepel a jegyzőkönyvben, természetesen az ebesi oldalon 6 mezőnyjátékos plusz egy kapus. Majd ha lesz egy kis szusszanásnyi időnk, akkor megnézzük, hogy kiket cserélhetnek be az edzők, Szabó László, illetve a böszörményieknél Papp Ferenc, de most megint Bácsi próbálkozik ott a bal oldalon, és én közben elmondanám, hogy a harmadik fordulóban itt a Magyar Kupában, a megyei selejtezőben a párosítás a mai napon a következő: Hajdú Szovát Kismarja, a szovátiak összeálltak, csináltak egy csapatot, és éme a Magyar Kupában már a harmadik fordulóban hazai pályán a Kismarját fogadják, nem is esélytelenül. Tisza Csege Téglás, itt nyilván a téglásiak számítanak esélyesebbnek, Szerep Balmazújváros, hát a szerepiek megcsodálhatják az NB2-es Balmazújváros valamelyik csapatát, Pocsaj DSC, ez egy debreceni csapat, a Földes HSE mérkőzés, ugye Földesre látogat az NB3-as Hajdúszoboszló gárdája, az a Hajdúszoboszló, amely lassan-lassan lemondhat az NB3-as tagság meghosszabbításáról. Blondi Esztár, Vámospércs összecsapás, illetve ebesi baráti kör körösszeg a Páti, tehát a másik ebesi csapat is a mai napon játsza kupameccsét, úgyhogy egy másik ebesi csapatért is lehet szorítani, miközben
nagyon nagy energiákat mozgósítva próbálta meg előrehozni a labdát a 18-assal futballozó Lénárd Gergő. Jó néhány olyan játékos van egyébként a csapatban, a böszörményieknél, akiknek az édesapja is komoly futballmúlttal bír. Lénárd Gergő is ilyen. Úgyhogy folytatta a családi hagyományokat. Most egy kicsit vitáznak a böszörményiek, mert lent maradt egy böszörményi játékos, és hiányolták a sípszót. Erre az ebesiek is elmondják a saját sérelmeiket. Most egy ideje leállt a góltermelés, de a támadások megvannak az ebesiek részéről. A böszörményiek is mintha nyíltabban futballoznának most az elmúlt 10 percben. Említettem, hogy a Hatház ellen győzött az első fordulóban 3-1-re a Hajdú böszörményi TE. Azon a meccsen Iván Sigér szerezte a gólokat, illetve Fodor, közülük csak Fodor van itt most, de hát Fodor is a 89. percben, tehát a végéig nyílt volt a csata. Polgáron pedig Bogdanovics tartott egy sót 3 góllal, valamint Kelemen is betalált, 4-2 lett így az eredmény. A polgáriak 2 gólját Csorba, illetve Antal szerezte. Ugye hát Igor Bogdanovicsról nem beszéltem, ő például a legutóbbi Deac elleni NB3-as bajnokin 5 gólt szerzett, és hát Bogdanovicsot nem kell bemutatni, nem csak megyei, hanem országos futballberkekben sem, hiszen a Lokiban lett Magyarországon ismert játékos, és hát az a Bojan Brunovic, aki most jelen pillanatban itt az ebesiek kispadján ül, tudna róla mesélni a kvalitásairól, hiszen együtt rúgták a bőrt a Lokiban. Nem tudta már Szabó Máté bent tartani, az asszisztens határozott zászlójelzéssel tudatta ezt velünk, de visszaszerezték a bedobást a mieink, és egy szabadrugás következhet. Hol előbb bujik a nap, hol úgy tűnik, hogy esőre áll. Érdekes időjárás van. Minden esetre ezzel együtt is nagyon nagy páratartalom és nyomott idő. Úgyhogy jól jön majd a frissítő a szünetben. De hát ez még addig teljesíteni kell a csapatoknak, miközben a játékvezető nagyon akkurátusan állítgatja a sorfalat, hiszen a 33. percben járunk az első félidőben. Domokos Imre, jó volt ez a lövés, eltalálta a kezét a böszörményi játékosnak, és akkor ezek szerint ez, kérem szépen, szabad rugás? Vagy a 16-oson belül volt? De pontosan a 16-os vonaláról jár az újabb szabadrugás, szabadrugást követően, és aki lapot kapott, az a 15-össel játszó Berta. Ő nyilván valamilyen megjegyzéssel illette a játékvezető ítéletét. Hát ez innen Párvejk játékosunknak zicser, elsősorban Nagy Zsoltnak. 5-6 állnak a sorfalban, oda mennek Fülöpék is, nem biztos, hogy jó ötlet ez. Bár ők nyilván el fognak ugrani, Nagy Zsolt, el kellene találni a kaput, rá! Ütötte a kapufára a kapust, Tóth Lajos pedig a leggyorsabban eszmélt. És mi lesz a vége? Kirúgás. Szép volt. Amit védett a kapus megint, az dicséretes. Egyébként Csallai kapus a tulajdonképpen a első csapatnál a tartalékhálóőr, de volt már egy-két meccs, amikor ő védett, szóval nem akármilyen kapus védi a böszörményi portát. Fülöphöz pöccinti hátra Varga, Fülöp pedig megpróbálja megnyugtatni saját magát, illetve a társakat is. Varga, Tóth Lajos nagy formában és aktívan, még így sincs les, viszont leállt Nagy Zsolt, ellentétben a védővel, aki visszakíséri egészen Sallaiig. Sallai József, a böszörményiek kapuvédője, megmutatta, hogy mit tud. Előre, előre.
keményen összerúgtak. Itt Szabó Máték nem ment ki. Domokos próbálja kirúgni. Nagy Imrének volt a legtöbb esze, ha lehet ilyet mondani, a legtöbb lehetősége, hiszen a tülekedésből ő váltott. Tóth Lajos nagyon-nagyon gyors, és van érkező ember, meg tudja tartani Tóth Lajos, de aztán csak szerelték. Hát ha beindítja Tóth Lajos a rakétákat, akkor olyan, mint Atomanti fénykorában. Hátra Szaláncihoz mutatja magát Domokos Attila, középütt megjátszható Bácsi is, illetve Domokos Imre is visszajött, Szabó Máté kicsit mögé. Megint Nagy Imre gyűjti be a társak által elhullajtott lasztit. Nagy Tamás és Domokos, Bácsi indul el, Bácsi most szokatlanul sokat bevállal támadásokban, próbálja segíteni. Domokos Imre, lövőhelyzet, nem passzolta el, ott van Varga, Varga jobb hátvéd, jött előre. Andorkó próbálja indítani a társát, mit próbálja, remek labdával indította el Fodort. Ez viszont már Nagy Imréjé kell, hogy legyen, azért megsérülni nem kéne Imi, hiszen ez végül is úgymond csak egy kupa meccs, de hát ezt nem is mondtam, inkább pörgessük vissza. Akkor mondjuk azt, hogy maga biztosan vezet a csapat, tehát azért megszakadni nem kell. Nagy Imre viszont megint belemegy a csínybe, nem kímélte saját testi épségét Domokos Imre előtt, üres terület, Nagy Zsolt mutatja magát, Domokos most érzésem szerint rossz döntés hozott, nem, mert ez így nagyszerű labda, Tóth Lajos, és ott van a negyedik, Tóth Lajos, már majdnem kezdtem korholni Domokos Imrét, hogy miért nem Nagy Zsoltot indította, de hát jött mélységből Tóth Lajos, és saját maga második, csapat a negyedik gólját szerzi ezen a szép szerda délutánon. És nagyon kellett már ez a gól, mert kezdtük elfelejteni a gól ízét. A 38. percben 4-0. Igen, nem lehetett látni, hogy jön Tóth, Domokos viszont tudta. Nyilván azért vitte arra. Egy szempillantás alatt ott termett Tóth Lajos, és higgadt maradt az ittszerben, ez nagyon fontos egy csatárnál, egy igazi csatárerény. Fülöp nem féltette a lábát, megint elindult Tóth, most már Andorkó vált ki rá, de Nagy Zsolt is ott van. Hát, a labdát rúgta el Andorkó, azzal együtt buktatta Nagy Zsoltot is, de nincs 11-es, csak bedobás. A nem hétvégi, hétközi dátum, illetve talán a kicsit korai kezdés ellenére azért van 80-100 néző itt a pálya környékén. A legkitartóbb, leghűségesebb szurkolók természetesen nem hagyják ki ezt a fontos kupameccset sem. Nagy Tamás, és hál' Istennek nagyon masszív, fegyelmezett szervezett a csapat, is helyenként látványosan játszik, gólokat is szerez. 4-0-ra vezetünk. Azért én megnéztem volna, hogy mire jó az ebesi csapat a Hajdúböszörmény első gárdája ellen. Nyilván meg tudnák indokolni a böszörményi vezetők, hogy miért nem a első garnitúrát hozták el erre a kupameccsre. Nyilvánvalóan az elsődleges indok az, hogy nekik fontosabb az NB3-as tagság kivívása, és ez az öldöklő küzdelem, ami az NB3-ban most folyik. A fordulásnál még úgymond osztályozót érő helyen volt, biztos osztályozót helyet érő helyen volt a böszörmény, aztán a létavértes bekezdett, és most a tavasszal már a böszörmény beelőzte, úgyhogy így hatodik a Hajdú böszörmény, de vannak azért a riválisok, akik még esetleg odaérhetnek a háttérből, a Tiszakanyár, a Baktalórántháza, a Hajdú Szoboszló, tehát én arról nem beszélve, hogy a hatodik hely az egyáltalán nem jelent biztos osztályozót. Itt már az osztályozó is fél siker, hiszen ugye az NB3-as bajnokoknak van lehetőségük följutni egy osztályozóval, a másodikok maradhatnak, a harmadik, negyedik, ötödik mindenképpen osztályozót játszik, a hatodikok közül pedig a hat ligából csak a két legjobb hatodik játszik osztályozót.
Na, azok egyikével fogunk mi játszani, az ebesiek. Tehát nem tudjuk, hogy ez melyik csoportból jöhet. Tiszából, Mátrából, Bakonyból. És akkor most hadd ne soroljam fel mind a hatot. Azt hiszem, hogy az Alföldöt hagytam ki, és a Drávát. No, elmerészkedtek a kapunkig a böszörményiek. Lesz-e beadás? Nagy Kevin. Ott van Andorkó szokás szerint. Szeles. Egy csel. Ott, ha labdát veszít, abból nagy baj lehet. Ezt nem lehet utolérni, hiába indult el a labda után Nagy Kevin. Szalánci már a pótlabdát hozza játékba. Akkor, amikor 2 perc van hátra a rendes játékidőből, Nagy Zsoltot jó megrángatták. Bertánál elszakadt a cérna, és hoppá-hoppá, ebből kiállítás lesz. A játékvezető, Nazsa játékvezető, nem szívbajos, ki is állítja Bertát. Hát innentől kezdve azt hiszem, hogy végképp elszálltak a győzelmi reményei a böszörményieknek, nem mintha 4-0-nál lett volna valami esélyük arra, hogy föltápászkodjanak a földről. Domokos Imre toporog, telibe lövi a sorfalat, Sallai veszi föl, közben visszatérve a kiállításra, nem sárga pirossal állította ki Bertát a játékvezető, hanem egyből piros lappal, hiszen tulajdonképpen utolsó emberként gólhelyzetben előretörő, ismerjük a frázisokat, emberként szabálytalankodott, és én úgy láttam, hogy egyből piros, nem mint hogyha lenne ennek bármiféle jelentősége, mert ha egy másik sárgát vett volna elő, akkor is jöhetett volna a piros. Inkább csak a jegyzőkönyvbe kerül ez majd másként, esetleg a fegyelmi tárgyaláson, nem tudom. Domokos Imre nagyszerűen tör ki, megint ott van Tóth Lajos, megint kap egy remek zsugát, be kell ám ezt lőni, gyönyörű! Tóth Lajos mester hármas, és ezzel megvan az 5. gól, még az első félidő végét jelző sípszó előtt. Tóth Lajos 3. góljával most már 5-0 arányban vezet az ebesi KKS-e a Hajdúböszörményi TIE ellen, is ugye most már ember hátrányban kénytelen küzdeni a zömében fiatalokból álló böszörményi csapat. Már pedig ismerve az ebesieket, nem fognak leállni, a második fél időben is pörögni fognak, főleg ha jönnek majd a sorcserék. Szalánci. Ez is egy lövés volt, és előtte ezzel puskaporált a böszörményi csapat. 5-0 arányban magabiztosan, könnyed, látványos játékkal vezet a szünetben az ebesi KKS-e az MB3-as Hajdúböszörmény ellen, amely most a mai napon azért nem a teljes kerettel jött el, hogy finoman fogalmazzak. Úgyhogy eldőlt a továbbjutás, második félidőre is azért maradjanak velünk, hiszen reményeink szerint lesznek szép gólok a továbbiakban is. Elkezdődött a második játék rész, és 5-0 arányban vezet az ebesi KKS-e a HTE, a Hajdúböszörmény csapata ellen. Ha a két csapat helyezését, illetve besorolását nézzük, akkor ugye MB3-as a HTE, megyei első osztályú az ebesi KKS-e, de hát mindenki tudja, hogy az Ebes már bajnok a megye egyben, az MB3-ba készül, ráadásul a böszörményiek a mai meccsre elsősorban fiatal játékosokkal fölturbózva jöttek el, úgyhogy így módon nem meglepő az eredmény. Jól játszott az első félidőben az Ebes, nem csak az eredmény miatt mondom ezt, hiszen szemre is tetszetősen futballoztak Szabó László tanítványai, ezért még egy jó negyed órát szerintem pályán maradhatnak a fiúk, hiszen úgy látom, hogy csak a kapusposzton volt csere, Szalánci Zoltán lement, és a ukrán kapuvédő Ladislav Csangelija állt be a helyére. A mezőny játékosok, úgy látom, hogy ugyanazok futottak ki, akik az első fél időt befejezték. A böszörményieknél annyit módosult a hadrend, hogy Andorkó visszább lépett egy sorra, hiszen Bertát ugye kiállította a játékvezető a utolsó
percekben az első félidő végén. Úgyhogy így módon még további gólokban reménykedhetünk. Szép volt ez Domokos Imre alias Rambo. Jól lőtte el keresztbe. A túlsó oldalon igyekeznek támadást építeni a böszörményi fiatalok. Hármas számmal Csatári adta el végül. Nagy Tamás bácsi fordulhat, bár Kelemen Immelámmal megtámadta, visszafordul Lénárt is. Szabó Máté gyönyörű testcsellel verte át Csatárit, oda bevezette, Szeles azonban jól állta útját. Nagy Kevin próbálja előre rúgni, Lénár tűnik föl, Nagy Tamás. Nagy Tamás hamar reagál az ilyen helyzetekre, hiszen a futszál azért gyorsaságot, technikát igényelt, és hát a futszál világából jött vissza a nagypályára. Ott is futballozott korábban sokat azért. És ahogy telik múlik, majd az idő egyre jobb lesz Nagy Tomi. Tóth Lajos már három gólnál jár, most önzetlenül letesz, így de szép volt, ez megborotválta a felső lécet. Domokos Imre egy kicsit jobban rá tudott volna dőlni, rá tudott volna borítani, akkor bent van, de így is gyönyörű volt. A második félidő első igazi nagy helyzetét láttuk. A játékvezető ültette le a böszörményi technikai személyzetet, akik nyilván nem örülnek ennek, mert amúgy is bögyükben lehet a játékvezető a piros lap miatt, azzal együtt, hogy végül is ki lehetett állítani Bertát. Nagy Imre, nagyszerű, Tóth Lajos visszapasszolja, nem rálőtte, vagy visszapasszolta. Mondjuk azt, hogy sem beadásnak, sem lövésnek nem volt jó. Lehet, hogy jobb lett volna, ha megpróbálja a rövid sarokra felvarni Tóth Lali, de hát ki mernék kritizálni, amikor már 45 percnyi játék után is lőtt 3 gólt. Fülöp elől kerül ki, bácsi nem kímélte magát, Nagy Zsolt így megszerzi, Tóth Lajoshoz viszont nem jut el, hiszen jól lépett be a játékba Zsíros. Megint Andorkó keresné a társakat, de nem nagyon van mozgó játékos a kékmezesek közül. Vissza Andorkóhoz, Andorkó jól bánik a labdával, ez látható, Szeles. Kelemen játszható meg. Kelemen László földre huppan, de a bedobást azt kiharcolta. Említettem, hogy azért jönnek, jövögetnek az emberek a meccsre. Domokos Imre. 5 perce játszanak már a csapatok a második félidőben, 5-0-ra vezet az Ebesi KKS, amit még az első félidőben hozott össze. Előny Domokosnak már volt egy helyzete, Tóth Lajosnak is. Tóth Lajos föl pattan. Domokos. Nagy Imre. Ő szokta begyújtani azt, amit elhullajtanak a többiek. Most is így van. Nagy Zsolt. Át a túlsó oldalra, de hát ez ugyanaz, mint az előbb Tóth Lajos esetében, hogy sem beadásnak, sem kapura lövésnek nem nevezhető. Elzúgott keresztbe a labda, már kiadta Sallai kapus. Nagy Kevin, Varga László rutinból megoldja. Nagy Tamás, de Nagy Imre becsülettel megharcolt a csínybe kapott labdáért. Fülöp mutatja magát Nagy Zsolt, Domokos Imre, nincs les, hatalmas helyzet, kimarad, Szabó Máté bent van. 6-0 arányban vezet az Ebes. A második félidőben is megvan az első gól. Ha jól számolom, akkor kellett erre várni 6 percet. Szabó Máté szerzi tehát a 6. találatot ezen a kupa meccsen, ami
előzetesen úgy gondoltuk, hogy ha a Hajdúböszörmény erős kerettel és az első csapatával érkezik, akkor egy jó erőfelmérő lesz abból a szempontból, hogy megnézzük, hol tart az ebesi KKS-e, de így azt mondom, hogy csak egy jó edző meccs. Nem lenézve a fiatal böszörményi játékosokat. Nekünk is fontos lett volna az ebesi csapatnak, hogy egy igazán jó erőkből álló csapattal mérje össze tudását az osztályozó előtt a gárda, egy olyan csapattal, amely egyébként pont ott van a 6.-7. hely környékén. Még akár az is elképzelhető, hogy a végén a böszörmény lesz az osztályozós ellenfél, ha meg tudja tartani a 6. helyét, és két legjobb 6. között lesz, de a nagyon hozzáértők azt mondják, hogy nem a Tisza csoport az esélyes erre, hiszen más csoportokban az összevetések alapján jobban állnak a jelen pillanatban 6. pozícióban álló csapatok. Úgyhogy mindenféle nevet lehet itt hallani, mennek a találgatások. Én azt mondom, hogy egy-két fordulóval az NB3-as bajnokság vége előtt érdemes lesz ránézni a tabellákra, addig minden csak találgatás, esélylatolgatás és minden a ezotéria világát idézi. Reális alapja nincsen, hiszen egyáltalán nem lehet tudni, hogy mely csapatok végeznek a 6. helyen. Azt sem lehet tudni, hogy melyik liga 6-jai lesznek végül a legjobbak, hiszen most még vannak olyan bajnokságok, ahol vannak elmaradt meccsek, tehát nem is annyi a fős a csapat, vagy a mezőny, nem annyi csapatból áll. Tehát nagyon sok tényezős, tulajdonképpen ilyen százalékos eredményeket kellene számolni. Az ebesiek honlapján egyébként volt már ezzel kapcsolatban találgatás, fölmerült a Körment neve, ha jól emlékszem, a Körment csapatának neve, másik Dunántúli együttesé is, ha jól emlékszem, a Nagyatádé, de én annak vagyok a híve, hogy a soron következő riválisra kell összpontosítani, és minél jobb csapatot építeni, ha pallírozódjon a gárda arra a bizonyos osztályozóra. Úgy tűnik, hogy hétről hétre egyre szebben és egyre látványosabban, magabiztosabban játszik az ebesi csapat. Van még egy hónap az osztályozóig. Ott van Tóth Lajos. Ha csak az ő játékát nézzük, hát ott, amikor nem ment neki úgy a góllövés, de most a Kaba ellen is betalált, ma is gólokat szerzett, már 3-nál jár, tehát Csangelia kapust tette ki. Ő ugye a ominózus Dorog elleni meccsen védett egy fél időt, és hát kapott 2 gólt. Igazából nem nagyon tehetett a 2 gólról, de a szünetben lekapta őt is mérgében Szabó László, sőt, tulajdonképpen az egész csapatot. 7 csere volt a szünetben, és Nagy Zsolték megfordították, de aztán a végén kiegyenlített a Dorog, és pontot rabolt. Közben jön a böszörményi csere is, a 4-es számmal apostrofált Szilágyi Gergő léphet pályára. És aki lejön, az a 3-as számú csatári, ha minden igaz. Igen, Csatári Dávid jött le, és Szilágyi Gergő lépett pályára. A böszörményiek pedig azon ritka pillanatok egyike, amikor támadnak, sőt szögletet rúgnak. Fülöp magabiztosan. Domokos. Nagyon szereti ezeket a sarkalásokat Nagy Zsolt, sokszor azért felesleges. Egy kis közelharcba keveredik a böszörményi védővel, Szelessel, jó a váltás. Domokos teszi tovább, Domokos Attila, Domokos Imrének. Domokos Roland meg ott van a kispadon most. Helyesbítek, nem a kispadon vannak Domokos Rolandék, a tartalékjátékosok, hanem Csangelia kapuja mögött már melegítenek, gimnasztikáznak, és nyilván pályára is léphetnek majd, nem is olyan soká. Nézzük tehát, hogy kiket küldhet be. Kanál Roland, Kelemen Lajos, Domokos Roland, Barabás Zoltán, Bojan Brinovics, illetve Alexander Savin, akiket pályára küldhet ezen a fontos meccsen ma Szabó László.
fontos, de már eldőlt meccsen, hiszen 6-0 arányban vezet az Ebesi KKS-e. Nagy Tamás, Nagy Zsolt, Bácsi, Tóth Lajost próbálják indítani. Tóth Lajost nagyon ott hagyják, őt azért szorosabban kellene őrizni. Ha 3 gól erre nem volt elég, akkor az baj, göszörményi szempontból. Nem szöglet, csak bedobás, úgy láttam. Varga László, Nagy Zsoltot is ott hagyták. Nagy Zsoltnak elég ennyi hely, hogy megcsinálja a cselt. Nagyszerű Domokos Imre, de jól jött a kapujából Sallai. Nem mozdult el, jól zárta ott azt a kis helyet, ahol el akarta mellette pilinszkálni a labdát. Kelemen szépen teszi le Lénárt. A csereként beállt Szilágyi. Na, ki fog dobni a játékvezető szerint? Az Ebes. Egyébként a Derecskével játszik meccset az ebesi csapat a hétvégén. Szándékosan nem mondom a rangadót, hiszen ennek a csapatnak a megyei első osztályban már nincs igazából ellenfele. Nem azért, mert már megnyerte a csapat, hanem akkor, amikor a második helyezett rivális a Sárétudvari otthonában 9-et rúg az ebesi csapat, akkor nincs miről beszélni. Tehát idegenben a legnagyobb riválist 9 góllal megterheli. Úgyhogy innentől kezdve ez az egy hónap, ez a néhány meccs, 4-5 meccs, ami hátra van még a megyei bajnokságból, 5 meccs, az egyértelműen a felkészülés jegyében zajlik. Domokos Attila jól tolja meg, Tóth Lajos csak elrúgta, Andorkó, Sallai pedig megszerzi. Igen, ezeknél a helyzeteknél azért jobban kellene összpontosítani. Most 2-3 zicsert azért elszórtunk a második fél időben, az utolsó pillanatokban, az utolsó döntéseknél. Domokos Imre jött vissza, milyen hátra. Nagy Zsolt irányába fordítja át a játékot Nagy Imre. Tóth Lajos szűken, de egyből visszatámadnak a mieink. Andorkó nem rizikózott, nem kockáztatott feleslegesen. Nagy Imre. Nagy Zsoltot próbálta. Természetesen nem bízott el Nagy Zsolthoz, ezt szóvá is teszi Nagy Zsolt, nem is ő lenne. Szeles hozhatja kifelé. És jó a váltás Zsírossal. Eljut-e Kelemenig? Nem. Hát nem sokáig tudják megtartani a labdát a böszörményiek. Jobbára a piros-fehér kockás csíkos szerelésben futballozó ebesiek dajkálják a pöttyöst. Micsoda labda ez Vargának. Be kellene adni, Laci. Túl sokat várt, utolérte a védő. A szöglet ott van megint, Tóth Lajos elől. Sallai, Nagy Zsolt. Nagy Zsolt két embert már kikerült. Háromszor is. És aztán jöhetnek a cserék, bár ma Mihály is győző napja van. Ennek ellenére a Roland a napot tart Szabó László, mert a két Rolandot hívta magához, Domokos Rolandot és Kanál Rolandot. Ők fognak bemenni, ha jól hallottam, akkor vagy Varga, illetve Varga biztosan lejön, a másik pedig vagy Bácsi lesz, vagy Domokos Attila, esetleg Nagy Imre, tehát a középpályáról valaki. Domokos Attila, jó kis lövés volt ez. Na, ilyet is régen láttunk. Jöhet a csere, Domokos Roland, Kanál Roland, Varga László jön le. És Szabó Máté a másik. Szabó Máté gólt szerzett, Varga Lászlónak is volt egy-két remek megmozdulása, hátul túl sok dolga nem volt, de például egy perccel ezelőtt is kivágott egy nagy sprintet. Szabó Máté pedig a 6. gólt jegyzi. Bár két remek játékos jött le, ezzel együtt sem gyengült a csapat, hiszen Kanál Roland is nagyon jó képességekkel megáldott játékos, Domokos Roland pedig lendületes focira képes védő, és ezt is kérte tőle Szabó László, hogy próbálja a jobb oldalt bejátszani, támadásokban is fölzárkózni, úgy, mint ahogy a testvére a másik oldalon, Domokos Attila. Fülöp
No, Kanál ismerkedik a labdával. Az első passz nagyon jó, a váltás is. 5-6 kékmezes védő között, Tóth Lajos. Ez még jó lehet. Elindul befelé, kérik a társak. Nagy Zsolt. Nagy Zsolt lövőhelyzetet próbál teremteni. Három csel. Aztán csak előtte Andorkó lábáról perdül ki. Domokos Attila rúgja át a másik oldalra. Ketten is mellé fejeltek Fülöp és Kanál. Domokos Imre azonban megpróbálja talán kapura vagy a túlsó oldalra, hosszúra átívelni. Minden esetre nem volt ez pontos. Szeles rúgja ki. Van is meginduló ember, de Fülöp helyezkedett a legjobban. Domokos Attila. Ott lóg már rajta ellenfele a 18-asal futballozó Lénárd Gergő. Kelemen meg Fülöpöt hajtja, de nagyon szépen hozták ki az Ebesiek. Bácsi, Kanál. Gyönyörű volt ez is, ahogy megtartotta Kanál. Most várná a mozgást Nagy Zsolt. Nagy Imre. Egy mozgás balra, egy jobbra. Ott meg Domokos Attila tűnik föl. Kanállal a váltás. Domokos Attila. Hű, ez kicsit lecsúszott a jobbeknek, de nem szöglet, csak bedobás. A Nagyhegyes elleni Magyar Kupa meccsen, ami 8-2-es eredményt hozott, Nagy Zsolt volt a főszereplő, legalábbis a góllövés tekintetében, a góllövés tudománya területén 3 gólt szerzett azon a meccsen, egyébként Fehér Attila, Kelemen Lajos, Tóth Lajos, Nagy Imre és Mészáros is betalált. Aztán a Nyiracsád elleni 12-0-ás meccsen, most nem sorolnám föl a gólszerzőket, de szinte aki arra járt, gólt szerzett. A mai meccsen pedig ugye Tóth Lajosnak megy a legjobban, 3 gólnál jár, Szabó Máté, Domokos Imre és Nagy Zsolt is betalált. Úgyhogy az sem akármilyen, hogy 3 forduló alatt 26 gólnál tart az Ebes a Magyar Kupába, és hát ugye tudjuk, hogy például a megyei bajnokságban is, ami a leglátványosabb, a sok-sok győzelem meg a veretlenség mellett, ugye 23 győzelem, 2 döntetlen és nincs vereség. A gólok, 132 gólt lőtt az eddigi 25 forduló alatt, vagy 26 forduló alatt, ami utolsó fordulót már előrehozva lejátszotta a csapat. Szóval ez akárhogy is számolom, olyan 5-ös átlag meccsenként. Na ez az, amire fölkapták a fejüket sok helyütt, még a megye határain túl is. És hát ha megnézzük a megyei selejtezőben résztvevő csapatokat, akkor tulajdonképpen, aki ellen nem esélyes most a megyében az ebesi csapat, az egyedül talán a Balmazújváros, hiszen ugye a Hajdúszobát Kismárján bárki jut tovább, nyilván megveri Tiszacsege, Téglás jobb fog tovább jutni nagy valószínűséggel, de ugye a Téglás legyőzte együttesünk bajnokin, mégpedig len, ha jól emlékszem, 5-0-ra, aztán van a Szerep Balmazújváros, na a Balmazújváros az nagy falat lenne, az MB2-es Balmazújváros, Pocsaj, DSC, ugyancsak ezt a Földes HS-e, szerintem most az Ebes a szoboszlói csapattal is fölveszi a versenyt, a Blondi, a Vámospért ugyanez, és a kis Ebes, vagy ha úgy tetszik Ebes, SBKE körösszegapáti ugyanez, tehát majd, ha összekerül a Balmazújvárossal a Magyar Kupával az ebesi csapat, az lesz igazán a nagy meccs, ha komolyan veszik az újvárosiak. No, egy szorványos böszörményi támadás kialakulóban, így módon nem hiszem, hogy meg lesz a szépítő találat, pedig azt azért nyilván szeretnék, még akár 10 emberrel is meg kaparintani a böszörményiek. Nagy Tamás és Fülöp. Nagy Zsolt, Domokos Roland a les határon. Bácsi, ez pontatlan volt, és ebből fordulhatnak a böszörményiek. Kelemen, Nagy Tamás. Lénárt passzolt szűken. Na most jönnek majd a cserék. Most érzi a változtatás szükségét az edző. Ez nagyon jó. Domokos Imre, Tóth Lajos, és a kapusba rúgja. Másodjára viszont bent van. Szépen védett Sallai, a róla kipergő labdát azonban maga biztosan a hálóba juttatta Tóth Lajos, saját maga negyedik
a csapat 7. gólját szerezte, azt mondja, hogy a 24. percben, a második játék részben. Tóth Lajos 4 gól, Szabó Máté, Domokos Imre és Nagy Zsolt, ez így összesen 7. Kanál a lába is alászorult, meg az arcára is kapott egy ütés, de nem volt ez szándékos a böszörményi játékos részéről. Lendült a 14-es mezben futballozó Fodor Tibor karja, Nagy Zsolt meg elhamarkodta, elkapkodta. Nagy Imre, nagyszerű, ez a mélységből megindul. Jó lövés, mekkora gól! A mai meccs legszebb találata! Hát Nagy Imi tolt egyet rajta, aztán odaverte, ahova való. Gyönyörű gól! Hát már ezért megérte kijönni a szurkolóknak. Reméljük, hogy megtartja jó szokását Nagy Imre. Természetesen meg buksizzák a társak, és jönnek a cserék egyébként. A 70. percben tehát Nagy Imre rúgja a 8-at. No, hát azt mondja, hogy Barabás jön be, Kelemen Lajos is érkezik, Bojan Brunovics, valamint Alexander Savin, és akik lejönnek, Bácsi Zsolt, Tóth Lajos, Nagy Tamás és Fülöp András. Csere a böszörményieknél is, 11-es mezben Nemes Ádám érkezik, és a 7-essel futballozó Kelemen jön le, Kelemen László. Kelemen jól mozgott, aktívan mozgott az elején, de aztán a sorozatos gólok az ő kedvét is elvették. Hát arról nem beszélve, hogy akkor, amikor már ember hátrányban focizott a böszörmény, tulajdonképpen kilátástalan helyzetbe került, de hát az első negyed óra után eldőlt ez a meccs, hiszen 3-0 volt már. Sorozatos cserék voltak, tehát 4-es csere az ebesieknél. Alexander Savin, Bojan Brunovics jött be, Kelemen Lajos és Barabás Zoltán, akik pedig lementek, Fülöp András, Tóth Lajos, ha jól láttam, Bácsi Zsolt is elhagyta a pályát, miközben Nagy Zsolt, Lágyan, Nagy Imre talán még ezt utoléri, közben a böszörményeknél is volt csere, nem tudom, hogy adásban voltam-e, 11-esen Nemes Ádám jött be. Szándékosan nem mondom azt, hogy félváról vették, próbálok finoman, diplomatikusan fogalmazni, de hát a 8-0 az akkor is 8-0, már pedig ez nem lesz 8 a végére, minimum 10 lesz a vége, mert hogy a frissen bejött ebesi játékosok is pörögni fognak, az biztos, nézzék csak Savint, ahogy ott a jobb oldalon próbál területet fogni, és csak megküzdött ezért a labdáért, de már nem jut el Brunovicsig, már pedig Brunovics személye garancia a gólra, illetve a gólveszélyes játékra. Barabás! Barabás és Kelemen Lajos a két belső védő, ugye Nagy Tamás volt az, aki lement, illetve Fülöp András. Ezt nem lehet utolérni, de nem volt rossz elképzelés. Ugye Nagy Zsolt az ukrán fiúkkal is jól tud kommunikálni, hiszen hosszú ideig futballozott Ukrajnában. És hát most Vladislav Csangeliának egy olyan meccs lesz, amikor nem kap gólt. Nere még védeni valója sem nagyon lesz, nem úgy, mint Dorogon, de most van egy kis munkája. És már is indul Domokos Attila, mintha még nem futott volna eleget, azért egy nagy sprintet kivág, és előre Brunovicshoz, Nagy Zsolt, csak megszelidítette ezt a pattogós labdát, Lágyan középre, jön Domokos Roland, de jött Sallai is. A ragyogó ütemben, azzal együtt, hogy kapott 8 gólt, legalább 4-5 remek védése volt böszörményi kapusnak. Kelemen fejelte el biztosan, Savin elől elperdül, de jó helyre a mi szempontunkból. Nem volt les! Ez most egy biztosan rossz ítélet volt, ezt fölmerem vállalni, hiszen nagyon jó ütemben húzta Nagy Zsolt. Persze azért adjuk meg a jogot az asszisztensnek, hiszen ő volt vonalban. Brunovics! Nézzék, hogy támadja a kapust! Egy 90%-os sprinttel.
Nagy Zsolt, meg beretválta a fejét ez a labda. Hát nem apadt az ambíció a csapatunkban. Lénárt, térül, fordul, jól zárta az útját Barabás. Második játék részben, tehát bő negyed óra van hátra, 8-0-ra vezet az Ebesi KKS-e. Az egyik ebesi szurkoló ironikusan, szarkasztikusan próbálja hergelni megjegyzéseivel a böszörményi fiúkat, hát van elég bajuk. De hát nekik is egy jó erőfelmérő ez, ezeknek a fiataloknak. Brunovics egy embert már megtámadott, most próbálja Andorkót is megzavarni, hát a kapus sikerül, Sallait zavarta meg, aztán 16-ossal Zsíros Ádám segített, de még mindig bosszankodik a kapus, nincs oka a szégyenkezésre, mert nem ő tehetett a gólokról. Általában kiszolgáltatott helyzetben volt. Domokos Roland, Savin, ott hátul nem szabad labdázgatni, inkább rúgjuk el, gyorsan, Nagy Zsolt, nincs senki 10 méteres körzetben, és fut, az ukrán fiú, de kapott egy csomagot Nagy Zsolt. Adják a labdát Domokos Rolandék, hiszen Nagy Zsolt sérülése tűnt komolynak, de talpon van Nagy Zsolt. Amikor már reklamál, akkor már olyan nagy baj nem lehet. Most a böszörményiek javára ítél Nazs a játékvezető, akinek egyetlen komoly ítélete volt a Berta elleni kiállítás. De az tulajdonképpen nagyban befolyásolta a meccs menetét. Igaz, akkor már 3-4 góllal vezetett a csapat. Andorkó hangos szóval irányítja Csangelija a társakat. Ott a fejes, bizony jó volt ez. 14-essel Fodor bólintotta rá. Hát ez volt eddig a legkomolyabb gólszerzési lehetősége a böszörményi csapatnak. Egy nagy keresztlabda. Mintaszerű pontossággal Domokos Imre volt a feladó. A fogadó pedig Savin. Be is tör ezzel a labdával. Ott volt Brunovics, de nem jutott el hozzá. Hát az ukrán adhatott volna egy gólpaszt a montenegrói fiúnak. Fodor. Az előző fejes kivitelezője, kapunk veszélyeztetője, szöglet a vége. Át a túlsó oldalra, a lövés a vége, Nagy Imre hátán hal el. Visszakerül a böszörményi játékoshoz. Ha jól láttam, Lénárt volt az. Közben apróságok mozognak ott az ebesi kapu mögött, treníroznak. Nagy helyzet. Barabásnak kellett oda csúszni. Kicsik, fiúk, lányok vegyesen sorversenyt játszanak, ha jól látom, meg labdázgatnak, focizgatnak. Óvó néni irányításával, vagy anyukák. Na nézzük a szögletet, nehogy lemaradjunk valami izgalmas pozícióról. Pillanatfelvételről Csangelija. Szörnyű kirúgás volt, el is csúszott közben. Brunovics lemondóan legyint. Barabás elindul a saját térfeléről Domokos Imre, de jön a kapu Sallai, és fejjel megoldja. Üres a kapu, Savin! Inkább Brunovicshoz passzol, most megjátszák szépen a mieink. Savin, hát el kell lőni azt, Alexander. Így még szebb. Kanál Rolandnak adott egy mértani pontosságú gólpaszt. Kanál Roland is gólszerző. Ez a 9., ha jól számolom, de lassan most már valóban a romátkákat is húzni kell.
10 perccel a mérkőzés vége előtt Kanál Roland is szerez egy gólt. 1, 2, 3, 4, 5, meg 4 Tóth Lajos gól, az összesen 9 gól a böszörményi kapuban. Hát azt hiszem, hogy ez azért komoly eredmény, amire azért föl fogják kapni a fejüket megint sok helyütt. Jön Csangelia. Most már jó lenne azért kapott gól nélkül megúszni, lévén, hogy vezetünk is, meg hát emberelőnyben is játszik az evesi csapat. Nagy Zsolt, Kanál, Nagy Zsolt vissza, ez már hosszú, jól lépett ki a labdával az ellenfél védője, kis Szabolcs. Sasa nem passzol, Savin, de csak visszakapta. Szép volt végül is így, Brunovic és Savin, szöglet a vége, sokat várt Alexander Savin. Oda is szól neki az edző. Savin hagyta a szögletet Domokos Attilának, van érkező ember, Kelemen Lajos, magasra ugrott, egyébként jól fejel Kelemen Lajos, szerzett is gólt már így, ebesi színekben. Kanál Roland, rá kell dőlni, gól! Gyönyörű! Nagyon megnézte, nagyon koncentrált Kanál, merre vette, és tényleg szép mozdulattal leszorítva a kapu bal oldalába lőtt, és ezzel már ő is két gólos, ez volt a 10. mondhatnánk jubileumi gólunk a mai meccsen. Hát lehorgasztott fejjel kezdenek közepet megint a böszörményi fiatalok, közben nem csak egy evesi szurkoló, hanem többen is zrikálják őket MB3 kiabálásokkal, de hát az evesiek nem adják fel, hanem nem állnak le, inkább úgy mondom, továbbra is hajtanak, így de keményen oda csúszott megint Alexander Savin. 10-0-nál kérem a bedobást. Fodor próbálja kihozni, ő az egyébként, aki Andorkó mellett próbálja tartani a lelket a társakban, biztatni a többieket. Na, ezzel elindulhat a túlsó oldalon Nagy Kevin, ha jól látom. Nagy Kevin Zsolt, utolérték ketten, hárman, így már nincs esélye. És ráadásul az evesiek dobhatnak. Hát sokan vártuk ezt a mai meccset, megmondom őszintén, hogy én sem mertem volna azért biztosan az ebesi győzelemre fogadni, hiszen azért a böszörmény mégiscsak MB3-as csapat, ott van a 6. helyen, középmezőnyben. De hát megnéztem volna, hogy mondjuk Bogdanovicsék ellen mire jó ez az ebesi csapat. Gyönyörű volt a csele, hogy bevitte Nagy Zsolt, de már leállította a játékvezető. Na, most mit fújt? Az asszisztens is jelez valamit. Már kint volt ezek szerint. Hát kicsit későn reagált. Nagy Zsolt azért dühöng, mert nagyon szép cselt csinált meg, és már tutizitszerben volt. Ő is szerzett egy gólt egyébként a 7. percben. Na, jól emlékszem, az volt az első gólunk arra. Domokos Imre is lőtt egyet, Tóth Lajos 4-et. Nagy Imre hatalmas kapás gólja, Szabó Máté bepaskolt találata, valamint Kanál Roland legutóbbi két lövése. Nagy Imre, Nagy Zsolt, Savin, jó helyre akarta Nagy Zsolt. Most szépen hozza el, Szeles, Fodor, ez most rossz helyre, az evesiek dobhatnak. Nagy Zsolt, egy bedobáson kezdenek el vitatkozni a böszörményiek. Hát nem biztos, hogy ezen érdemes, de hát nyilván ilyenkor már minden fáj, minden apróság. Kanál, ezúttal a böszörményiek kapnak egy bedobást. Domokos Roland, Nagy Imre, meg ne sérüljön valamelyik játékosunk, én ettől félek. Igen, csúnyán rá lépett Zsíros hátulról. Barabás. Főleg akkor, amikor már csak néhány perc van hátra a mérkőzésből, 10-0-ra magabiztosan vezetünk. Hát ezek szerint a Kaba jobb csapat, mert ők csak 9-et kaptak, mint ez a böszörmény. Csangelia. Vladislav, ő is Laci. Nagy Zsolt. Itt van mellette Domokos Roland. Itt most egy kicsit bajban van.
Domokos Roland szépen hozta ki Nagy Zsolt, ő is fölkapta a lábát. Nagy Zsolt is nagy kedvel játszik. Most kellene egy pontos beadás, gyönyörű volt! Szép beadás, szép fejes, centiméterekkel Bojan Brunovic a ficka fölé fejelt. Brunovicnak is jó lenne egy gól egyébként. Én még mindig, megmondom őszintén, a Nagy Imre gól hatása alatt vagyok. Nem tudom, hogy a tavaszon rúgtunk-e ilyen szép gólt, pedig azért jó néhányat termelt az ebesi KKS-e legénysége. Az biztos, hogy Nagy Iminek ez volt az év gólja, de lehet, hogy az egész csapatnak. És hát mit jelent számunkra ez, milyen üzenete van, hogy érdemes távolról bombázni, nem csak Nagy Zsoltnak, hanem akkor ezek szerint Nagy Imrének is, meg a többieknek, hát Domokos Imre is szokott távolról gólt lőni. Kanálnak is jó rugó technikája van, bizonyította most a második találatnál. Kelemen Lajosnak kell háborúzni a labdáért, Nagy Zsolt, Nagy Imre, lesen vannak ketten, mostán Domokos is lesen van. De. Bár ott a túlsó oldalon, mintha beragadt volna, kis Szabolcs. Akkor a toporgás volt, hogy biztosabb volt ez így. Főleg 10-0-nál már nem kell hergelni a böszörményieket. Andorkó. Határozott játékvezető, Nazsa Tamás, jól megtermett hosszú legény, úgyhogy nem hiszem, hogy gondja van a tekintély megtartásával, megszerzésével. Nagy Zsolt, Nagy Imre. Visszapattan Domokos Attilához, indulhat minden előről. Itt most nincs les, Domokos Roland ez befejelhet, ide jön Sallai. Domokos Roland nagyon magabiztosan. A kapus meg most egy kicsit hibázott. Ez a 11. találat a meccsen. Hát ez már így kiütés a javából. Domokos Roland is rugott már gólt a tavaszon, sőt a Polgár ellen, ha jól emlékszem, 2 is, de a mai meccsen csereként beállva ő szerzi a 11. gólt. Fodor kicsit fölmérgelte magát, ezért bemutatott egy szólót. Ez már nincs bent. Hiába futott, hiába szaporázta a lépteit, csereként beállt Szilágyi Gergő. Megint Domokos Attila, innen indult az előző akció is. És már az utolsó perceket éljük. Ha eljutott volna, akkor Domokos Imre is zicserben vezethette volna a labdát Sallai kapujára. Domokos Attila, lehet, hogy jobban járt volna, ha oldalra próbálja rúgni. Így meg mi a vége? Kirúgás. Ráadásul nagyot esett ott a böszörményi fiatalember, de a játékvezető nem hosszabbít egy percet se. 11-0-ra győzött, 5-0-ás félidőt követően az ebesi KKS-e a Hajdúböszörményi TE ellen a Magyar Kupa sorozat 3. játéknapján. Azzal együtt, hogy MB3-as csapatot ejtett ki az ebesi KKS-e, azért azt tudni kell, hogy zömében fiatalokkal érkezett Papp Ferenc együttese, de hát ez a két számjegyű győzelem azért mindenképpen magáért beszél, és dicséretes teljesítmény, a fiúktól várhatják a további folytatást, a böszörményiek pedig csak az MB3-ra összpontosíthatnak a bentmaradást illetően. Én
nem sorolnám fel, hogy kik szereztek gólt, mert lehet, hogy bajba lennék, de azért megpróbálom. Tóth Lajos 4 gólt lőtt, Kanál Roland 2-t, Nagy Imre is betalált, Szabó Máté, Domokos Imre, Nagy Zsolt, illetve Domokos Roland. Ha összeszámolták, akkor lehet, hogy megvan a 11. Én Elek János operatőr kollégám nevében is megköszönöm kitüntető figyelmüket. A következő mérkőzését a bajnokságban, a megyei bajnokságban már bajnoki címet nyert Ebes, Derecskén játsza vasárnap. Addig is szurkoljanak az ebesi KKS-ének. Még egyszer búcsúzom, Nagy Bálint voltam.